Egyik csapat számára sem úgy alakult az első forduló, ahogyan azt szerették volna, így mindkét együttes győzelmi kényszer alatt lépett pályára a 38 fokos hőségben. Az hamar kiderült, hogy a hazaiak átadják a területet a bajnoki címre hajtó és ennek megfelelő játékos keretet összerakó vendégeknek, és kontrákra alapozva próbálják meg felülmúlni a Gyirmótot. Az első félidő hajrájában több gólszerzési lehetőség is adódott a kisvárdaiak előtt, a szünetre azonban gól nélküli állásnál vonultak le a csapatok. A második 45 percben sem változott a játékképe, a Gyirmót birtokolta többet a labdát, a kisvárda támadott veszélyesebben, de amíg hazai oldalon kimaradtak a helyzetek, a másik oldalon a 86. percben Simon Attila nem hibázott, így a vendégek örülhettek a találkozó végén, míg a hazaiaknak maradt a szimpatikus vesztes szerepe. Büszke vagyok a csapatomra, mert igazából amit egész héten gyakoroltunk, azt megcsinálták a srácok. Nagyon komolyan felkészültünk a Gyirmótnak a játékából, tudatosan engedtük át a területet, és a kontrákra próbáltunk építeni. Hát sajnos a végjáték, amit nem lehet modellezni, azt hiányzott ma a csapatnak a játékából, mert hogyha ezt a mérkőzésen 5 gólt szerzünk, akkor úgy gondolom, hogy a gyirmótiak sírva mehettek volna haza. Nem ez történt. Ők találtak be a kapuba, és mi búslakodhatunk. A vendégek edzője szerint nagy taktikai csata zajlott a pályán, amelyből az a csapat jött ki jobban, amelyik minőségi döntéseket tudott hozni a hajrában. Nekünk az a játékstílus, amit ma nyújtottunk, az kevésbé a sajátunk, viszont az ellenfélhez képest, meg a körülményekhez képest nekünk változtatnunk kellett az alapjátékunkon. De ez úgy gondolom, hogy abban nyilvánult meg, hogy a labdabirtoklási fölényünk az nagy volt, de mivel nagyon szervezetten és nagyon mélyen védekezett az ellenfél, ez nem mutatkozott meg eredményességben. Az utolsó periódusában, a mérkőzésnek az utolsó 20-30 percben igyekeztem olyan támadó típusú játékosokat a pályára küldeni, és úgy forgattuk az elejét, sőt még a védőjátékosokat a szélén úgy cseréltük, hogy minél hatékonyabb legyen a támadó játékunk. Ez azt okozta, hogy az utolsó 20 percben az ellenfélnek adott a gólhelyzetei, de ezt az egészséges kockáztatást bevállaltuk. Ma ebből a szempontból szerencsénk volt, illetve nálunk volt minőségi döntés a végén, amivel sikerült nyernünk. Mindenféleképpen 14 hős volt a pályán a csapatom részéről, úgyhogy maximálisan le a kalappal a játékosok előtt. A forduló további eredményei a következők: Siófok-Szeged 1-2, Balmazújváros-Mezőkövesd 1-1, Vác-Dunaújváros 1-2, Sopron-Sziget-Szentmiklós 0-1, Csákvár-Soroksár 4-1, Szolnok-Ajka 2-0 és Zalaegerszeg-Budaörs 2-0. Két forduló után a Csákvár és a Szolnok 100%-os az NB2-ben, míg a Kisvárda, a Vác, a Sopron és a Soroksár még nem szerzett pontot. A Kisvárda a következő fordulóban a Szegedet fogadja.